Sziasztok, én Foxy vagyok, és találtam egy egész jó spotot Moszkítón, ezt szeretném veletek megosztani. Lényegében lejöttök ide a partszélre, igazából ugye ide spamnoltok be, lesétáltak. Én itt szoktam horgászni, igazából egész jó kis pénzfarm, de mindjárt meg is mutatom nektek, hogy nagyjából egy óra alatt körülbelül mit lehet itt fogni. Úgyhogy nézzétek a videót. Még a szerelékről annyi, hogy ugye nekem a szerelék az igazából ami lényeg, egy 50 g-os kosár. Igazából láthatjátok, hogy mi van a etetőanyagban. 60 cm-es fader nylon előke. A horog az igazából egy 8-as, ez a legnagyobb horog, amit használok, igazából másik két boton teljesen más van, meg ugye ő a csalink. Úgyhogy ennyi igazából. Úgyhogy vágjunk is bele.
Igazából lehet látni, mikor volt éjszaka, mert igazából inkább éjszaka jöttek a nagyobbak, nappal ezek a kisebbek jöttek. De most menjünk és nézzük meg, hogy mit sikerült kifarmolni. Elsősorban megnézzük, hogy összesen mennyi pénz jön be belőle. Hát igazából egy óra alatt 204 silver, úgyhogy igazából kaját se kell venni, moszkító, mert konkrétan napi egyszer ehetsz. Meg igazából nem terheled a szerelékeidet konkrétan semennyire. Ugye jött egy-két ilyen nagyobb bacska, aranykárász, hát a keszerekből jöttek szépek, azt mondja így. Hát igazából 290 volt a legnagyobb, de ezek a 1-5, ezek másfél kilósakból elég sok van. És akkor most nézzük meg, hogy még hogy tudjuk-e még fokozni még azt, hogy a halainkkal. Igazából már ezzel tudjuk is, mert ebből jött egy-két kisebb. Ezt a hármat nyugodtan odaadhatjuk neki, már így is több lett a pénzünk. De igazából ennyi. De egyébként megvárod, ez igazából körülbelül 3 perc is letelik. Akkor ez is max 3-4 óra is letelik, megvárod őket, simán tudsz még több pénzt kifarmolni belőle. Úgyhogy igazából ez így ennyi. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Szeretnétek még ilyen tartalmat, akkor jelezzétek kommentben, de igazából már az is azt jelenti nekem, hogy szeretnétek még ilyen kontentet, hogyha lájkoltok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, legyen sok halatok, remélem tudtam segíteni, sziasztok!